Február 13-án ülésezett utoljára Bonyhád város önkormányzata a koronavírus járványt megelőzően. Akkor fogadta el a testület a város 2020 évi költségvetését, melyről Filoni Ferenci Bolya azt mondta, ez minden idők legjobb városi költségvetése. Aztán jött a vírus, és minden eredeti koncepciót átírt. Járvány miatt nagyon sok minden megváltozott azóta. Én a napokat már nem számolom, hogy mennyit telt el azóta, hosszú idő, és ez alatt az idő alatt ugye az első lépés az az volt, hogy egy különleges jogrend lépett életbe, amely alapján a képviselőtestületnek a jogkörét ez a jogszabály a polgármesterre adja át. Ezért ebben az időszakban valamennyi döntést meghoztam, amely szükséges volt, mind a lakosság, mind az önkormányzat, annak intézményei és a hivatal működésének az érdekében. Ezeket a döntéseket a képviselőtestület tájékoztatását követően hoztam meg minden esetben. 377 határozat és 5 rendelet módosítása történt ebben az időszakban. Valamennyi döntésről folyamatosan tájékoztattam mind a lakosságot, mind pedig a képviselőtestületet. Természetesen nem csak a tájékoztatást adta meg, hanem a döntések előtt a véleményeket is begyűjtöttem a képviselők részéről. Arra is gondolni kellett, hogy amikor ennek a veszélyhelyzetnek egyszer vége lesz, akkor nem 60 napi rendi pontot szeretnénk egyszerre egy huzamba tárgyalni, bár így is jutott a mai napra épp elég, hiszen 32 napi rendi javaslatot és rendelet tervezetet, módosítást, határozatot fogadtunk el. Mindazok az intézkedések, amelyek ebben az időszakban megtörténtek országos szinten a kormány részéről, és itt helyi szinten így kell fogalmaznom, hogy a részemről, hiszen a döntéseket felelősként nekem kellett meghozni. A lakosság együttműködése nélkül nem vezetett volna eredményre, ezért én ezúton is köszönöm, hogy az ittenieknek, a bonyhádiaknak a többsége fegyelmezetten betartotta ezeket az intézkedéseket és szabályokat. Ha nincsenek az időben meghozott szabályok, és ha nincs a partnerség ebben a lakosság körében is, akkor nem sikerülhetett volna ilyen jól átvészelni a vírushelyzetet, mondta a polgármester. Ebben a helyzetben, ami mindannyiunk számára ismeretlen volt, hiszen sosem találkoztunk még ilyen betegséggel, ami világszinten érintette az embereket, az első feladatunk az volt, hogy a 70 év feletti lakosságnak az ellátását megoldjuk. Ebben a gondozási központ volt a segítségünkre. Az ő dolgozóikkal napi szinten el tudtuk látni ezt a feladatot. Több mint 2000 olyan bonyhádi idős állampolgárunk van, aki 70 év feletti, és nem tudhattuk akkor, amikor ezt megszerveztük, ezt az ellátást, mind az alapvető élelmiszereknek a bevásárlására, postai csekek feladására, gyógyszertárban, a gyógyszerek kiváltására, de ezen kívül a gyakorlatból elmondhatom, hogy számos más dolgokban is tudtunk segíteni a lakosságnak, hogy mennyien fogják igénybe venni ezt az ellátást. Én abban bízom, hogy a viszonylag kevés számú jelentkező az annak köszönhető, hogy minden idős polgárunk, aki nem fordult az önkormányzathoz vagy a gondozási központhoz, az vagy a családtagjaival, szomszédaival, barátaival, ismerőseivel, rokonaival ezt el tudta láttatni, és ezért volt egy igazán nagymértékű és széleskörű összefogás ebben a kérdésben. Akik pedig igénybe vették ezt a lehetőséget, azok nagyon sok kedves, hálálkodó szóval, telefonnal, képestappal köszönték ezt meg a veszélyhelyzet elmúlásával, amely számunkra is nagyon jó érzés volt, hiszen ugyanez egy feladat volt, de egy ilyen feladatot nem lehet szív nélkül ellátni, úgyhogy én magam is nagyon szívesen vettem ebben részt, és nagyon sok hasznos tapasztalatra tettem szert. Miközben a védekezés állt a feladatok középpontjába, nem lehetett megfeledkezni arról, hogy a városnak működnie kell, és futóberuházások is vannak. Természetesen a veszélyhelyzeten kívül a mindennapi teendők továbbra is fennálltak itt a városházán, hiszen számos beruházás felújítás már megkezdődött a veszélyhelyzetet megelőzően, ezért azokat folytatjuk, hiszen a forrás rendelkezésre áll, akár saját forrásból, akár pályázati forrásból tudjuk azokat megvalósítani. Minden olyan beruházást, fejlesztést megkezdettnek tekintettünk, amely már valamilyen szakaszban elindult, nem csak a kivitelezést értem ez alatt, hanem akár magának a közbeszerzési eljárásnak a folyamata már zajlik. Éppen ezért örömmel számolhatok arra be, hogy folyamatosan zajlanak a felújítások lenne a sportpályán, a Perccel kastélynál. Semmi nem indokolja azt, hogy ezek a határidők, amelyek a szerződésben a kivitelezésről szólnak, október 31-re veszélyben lennének.
Ma az ülés előtt megelőzően adtuk át a Várajai Ifjúsági Tábornak a felújított házait, ahol 6 háznak a felújítása történt, meg saját forrásból teljesen megújultak, mind külseiben, mind pedig a bútorzatában ezek az épületek. És tovább folytatódik a KEHO pályázatunk, amely a szennyvíztelep rekonstrukciója, ott most már április közepétől próbaidő zajlik, próbaüzemben működik a szennyvíztelep, és ebből a lakosság az átállásból semmit nem vett észre, úgyhogy ez is egy sikeres folyamat volt már, de még nem vagyunk a végén. És zajlik például az energetikai kószerűsítése a Jókai utca iskolának, és nem sokára pedig megkezdődik a 3-as iskola étterminek, az ifjúsági étteremnek is az energetikai kószerűsítése. Tehát ezek a munkálatok folyamatosak és zajlanak év során. Mindezek mellett, mondja Filóné Ferenc Ibolya, nem hagyjuk olyan helyzetben a civil szférát sem, ami lehetetlenné tenni a működését. Nem hagyjuk magára sem az itt működő civil szervezeteket, sem pedig a sportegyesületeket. A februári költségvetési rendeletben ugyan a civil keretet 6 millió forintban határozta meg a képviselőtestület. A mai ülésen úgy döntött a képviselőtestület, hogy egyrészt a veszélyhelyzetre való tekintettel, másrészt pedig azért, mert az elmúlt időszakban nem is tudtak olyan szinten működni, olyan gyakorisággal találkozni és rendezvényeket, programokat szervezni az egyesületeink, civil szervezeteink, hogy ezt a keretet 3 millió forintra csökkenti. A részleges felosztásról pedig mindenki természetesen szerződés útján is tájékoztatva lesz. A sport egyesületek tekintetében az a 30 milliós keret, az megmaradt. A ma költségvetése már nem minden idők legjobb költségvetése, de egészen biztosan fedezi majd az elképzeléseinket. Takarékosabb és megfontoltabb gazdálkodást kell folytatni, mondta Bonyhád polgármestere.